A vitézi rendet 1920-ban alapították, azért, hogy elismerjék a magyarokat, akik az első világháborúban hősiesen viselkedtek. A rendhez a kezdetekkor is nagyon sokan csatlakoztak, és csatlakoznak a mai napig. A vitézi rendnek több ágazata van, egyik közülük a Kárpát-medencei vitézi rend. A tagok közül jó néhányan Ceglédre látogattak a hétvégén. Egyik kiemelkedő feladatunk a magyar hagyatékok, ősi emlékek ápolása, a hősökre történő megemlékezések, ezek mind kimondottan vitézi feladatok, és úgy gondoltam, hogy mivel Cegléden most van egy alkalmas kiállítás, az első világháborúban a ceglédiekről szóló kiállítás, és ennek vitézi vonzata is van, majd ezt fönt láthatják a rendtársaim, ezért úgy gondoltam, hogy Ceglédre szervezem meg ezt a mai alkalmat. A világháborús kiállítást és a Kossuth hagyatékot a múzeum igazgatója mutatta be a vitézi rend tagjainak. Mi gyakran és szívesen mondjuk azt, hogy Cegléd, Kossuth városa. A két egyedülálló tárlat nagyon tetszett a vendégeknek. A vitézi rend rendszeresen meglátogatja az ország történelmi emlékhelyeit, hiszen céljuk, hogy büszkén ápolják a hősies ősök emlékét. Fontos célkitűzésük, hogy a fiatal generáció is csatlakozzon hozzájuk. Szerettünk volna olyan dolgokat is elérni, hogy az iskolákban előadásokat tarthassunk, előadások kívül pedig a vitézi programokra be tudjuk szervezni, rá tudjuk beszélni azokat a családtagjainkat, rokonokat, ismerősöket, a fiatalokat, hogy ismerjenek meg bennünket, és el tudjanak jönni velünk ezekre a különböző programoknak. A programok többségén a rend tagjai díszviseletben vesznek részt, amelyről természetesen nem hiányozhat a gyönyörű magyar címer sem. A vitéz társunknak a családjában megvan az eredeti, tehát ők ugye 1920-30 környékén avatták a nagypapát. A múzeum kiállításai mellett a vitézek megnézték a református nagy templomot és a Kossuth erkélyt is, majd megkoszorúzták a huszárlaktanyában lévő emléktáblát.